Természetes és mesterséges édesítőszerek Az édesítőszereknek azokat a természetes eredetű vagy mesterségesen előállított ízesítőanyagokat nevezzük, melyekkel ételeinket és italainkat édesítjük. Természetes eredetű édesítőszereink a cukor és a méz, valamint az egyéb természetes édesítőszerek, a szőlőcukor, a gyümölcscukor, stevia és a xylit, ami nem más, mint a nyírfa cukor. A cukor. A cukor a legelterjedtebb édesítőszer. Mérsékelt égő országaiban cukorrépából, a trópusi éghajlatú országokban cukornádból állítják elő. Tiszta szénhidrátnak tekinthető gyorsan emészhető, a szervezet számára gyors energiát ad. Elsősorban édesítésre, valamint a cukoripari és sütöröpi, sötő, sütőipari termékek készítésére használják. Túlzott fogyasztása a magas energiaértéke miatt nem ajánlott, mert elhízáshoz vezethet. A cukor általában az energiaértéken kívül semmilyen biológiailag értékes anyagot nem ad a szervezetnek. Kivétel a barna cukor, melynek a színe a cukorszemcsék felületén kötött melaszból származik. Ezért elenyésző mennyiségben, de tartalmaz ásványi anyagokat, vitaminokat. Így értékesebb. Fontos megemlíteni, hogy a cukor gátolja a kalcium beépülését a csontokba. Tehát a kisgyerekekre ez nem igazán. Vagy a kisgyerekeknek ez nem igazán jó, mivel ugye gátolja a kalcium beépülését a csontokba. A cukor kereskedelmi választéka. Ugye itt, itt, itt beszéltünk a cukorrépáról, hogy abból állítják elő a cukrot. Ez csak így mellékesen, jegyzem meg. Itt láthatjuk képen a cukorgyártás folyamatát, tehát ugye cukorrépából, tehát itt bejön a répa, mossák, szeleti ugye lényerezés, kémiai tisztítás, ülétés, beperlás, kristályosítás, és ugye centrifugálás, és kész a finomított cukor. Na, de akkor most tegyünk is rá a cukorkereskedelmi választékára, hiszen azt kezdtük el. Tehát kristálycukor, préselt cukor, barna cukor, befőző cukor, süvegcukor, jeges cukor. Tehát kristálycukor, porcukor, préselt cukor, barna cukor, befőző cukor, süvegcukor és jeges cukor van. Kristálycukor. A cukor finomítettságától és a szemcseméretétől függően megkülönböztethető a finomított, a minőségi, a fehér és a normál, vagy a férfehér kristálycukor. Követelmény, hogy a kockák kellő szilárdságúak legyenek, a mozsalékosság csekély, oltatóságuk gyors legyen, kristályai egyenletes nagyságúak, fénylő felületűek, tapintásuk száraz. Porcukor ugye van a normál, vagy finomított kristálycukor ölésével állítják elő. Présel cukor, más néven a kockacukor. Kristály vagy porcukorból állítják elő kocka, vagy egyéb alakzatra préselve. Egyik elterjedt változata a mokkacukor, ami kb. 1,5% nedvességtartalma kristálycukorból készül. A hókristály nevű kockacukor alapanyaga, a finomított kristálycukor. Süvegcukor. Ugye az, ami itt van. Tehát a süvegcukor kristálycukorból süveg formájúra préselt termék. Jegecukor, ami itt van alul. Tehát az úgynevezett kandis cukor, telített cukoroldat lassú kristályosításával állítják elő. És akkor még van a befőző cukor, amit itt olvashatunk. Tehát a befőző cukor, kristálycukor, anyag és étkezési a felhasználásával készül. Tehát befőző cukor, kristálycukor és anyag és étkezési a felhasználásával készül. És ugye van még a barna cukor, amit itt olvashatunk. Ugye finomítatlan tartalmú cukor? Színe a cukorszemcsék felületén kötött melaszból származik, értékesebb, mint a finomított fehér színű cukor, ásványi anyagokat, vitaminokat is tartalmaz. Ugye a kristálycukor, ugye a cukor finomítottság és szemcsemérete alapján csoportosítják finomított, minőségi, normál, férfehér, fehér cukor. Ugye van a finomított, tehát fehér és apró szemcséjű, Ugye a porcukor, ugye kristálycukor örlésével állítják elő. Netszívó, ezért összecsomózódhat. Kevés keményítőt kevernek hozzá, ami megvédi a csomózástól, vagy a csomózódástól. Préselt cukrok, például a kockacukor, apró szemcséjű kristály vagy porcukrokból állítják elő, kocka vagy egyéb alakzatra préselve. Ugye, amit beszéltünk a barna cukor, ugye a szína a cukor semcsék felületén kötött melaszból származik, ugye ezt beszéltük utoljára. Érdekesen mint a finomított fehér színű cukor, ásványi anyagokat, valamint vitaminokat is tartalmaz. Befőző cukor, ugye kristálycukor, zselésítő anyag és étkezés a felhasználásával készül. És ugye volt még a süvegcukor, ami ugye nincs ide írva. Tehát a kristálycukorból süveg formájára a termék. És van még a jegecukor, tehát más néven a kandis cukor, tehát telített cukoroldat lassú kristályosításával állítják elő. És nézzük is meg, hogy milyen a jó cukor. Tehát a jó cukor színe a fajtájának megfelelő sárgás vagy hófehér. A szemcseméret egyenletes nagyságú kristálycukroknál csillogó, száraz tapintású, vízben maradék nélkül oldódó. Nézzük is meg a forgalomból kizáró hibákat víztartalom a 0,25%-ot meghaladja, a cukor összetapadt, elfolyósodott, idegen szagú vagy ízű. A víz oltatatlan részt tartalmazó cukor nem hozható forgalomba. Tehát csomagolás, ugye papír vagy polietilén zacskó lehet. Ugye a cukrok bolti kezeléséről beszéljünk még egy keveset. Tehát a minőségi átvétel során figyelni kell arra, hogy az adott termék, például a porcukor nem csomós állagú-e. Továbbá, a kockacukor esetén mennyire töredezettek a szemek? Raktározásnál ugye? A cukorféléket tiszta, száraz napfénytől védett, világos helyiségben, klimatizált kör, körülmények között célszerű tárolni. Ugye csomagolás a nagy szakító szilárdságú nedvességnek ellenálló nátronpapír, esetleg. Kraft papír vagy PE zacskó a legjobb csomagolóanyag. Páratartalom, ugye a legkedvezőbb a 70%-os relatív páratartalom, és ugye a hőmérsékletnek a cukortárolásnál 10-15 fokosnak kell lenni. Tehát 10-15 fokos hőmérsékleten tároljuk a cukrot, illetve 70%-os relatív páratartalban. Egyéb természetes édesítőszerek a kereskedelmi forgalomra egyre nagyobb szerephez jutnak, a cukron és a mézen kívül más természetes eredetű édesítőszerek. Közös jellemzőjük, hogy fehér színű kristályos, a répa és a nátszukorna általában nagyobb édesítő hatású anyagok. Mesterséges édesítőkkel keverve is szokták forgalmazni. Jelentőségüket az adja, hogy a cukorhoz képest könnyebben, gyorsabban emészhetők, a diétás élelmezésben használják fel őket, illetve édesipari édesipari alapanyagok készítéséhez. Leggyakoribb termékek Ugye a szőlőcukor, és akkor még ott van a gyümölcscukor, stevia, xilit, és ugye a juharszirop, ami itt ugye most nincs itt a képen. De akkor fejtsük is ki. Tehát a szőlőcukor, ugye gyorsan, energia nyer, gyors, gyorsan nyerhető ki az energia, energia belőle. Tehát sportolók, gyermekek, szellemi munkát végzők számára ajánlott élelmiszerek anyaga. Tehát a szőlőcukort az mind szellemi munkához. E szellemi munkát végzőknek tudjuk ajánlani gyerekeknek és sportolóknak, hiszen gyorsan alakul át energiával, és gyorsabban használja fel a szervezetünk. Gyümölcs cukor, ugye cukorbetegek is fogyaszthatják, viszonylag drágán állítható elő, édesebb a répacukornál, ezért kevesebbet kell felhasználni belőle. Tehát a gyümölcscukor, amit ugye itt olvashatjuk, tehát a természetes eredeti cukrok között. Ugye cukorbetegeknek is ajánlott, hiszen azt nyugodtan fogyaszthatják. És van még a stevia, ami másik elnevezése édesfű, vagy édeslevél. Egy dél-amerikai növény pirított levele, amely 300-szor édesebb a répa és a nátszukornál. Nagy édes hatása mellett igen kicsi az energiaértéke sokféle ásványi anyagot tartalmaz, és jó hatással van a szervezetre, azáltal, hogy anyagcsere fokozó és antibakteriális hatást tulajdonítanak neki, előnye, hogy nincs mellékízje. Hőre nem bomlik el, ezért főzésre és sütésre is alkalmas. Tehát a stíva. Tehát a stíva. 300%-a érdesebb a répa cukornál, sokféle ásványi anyagot tartalmaz, nagyon édes, hőre nem bomlik el, főzésre, sütésre alkalmas. Ennyit érdemes megjegyezni a steve kapcsolatban, de menjünk a xylit. A szilit rá, rá. Tehát a Szilit, azaz nyírfa cukor, régebben nyírfából, ma inkább kukoricából állítják elő. Édesítő ereje és íze megegyezik a répa vagy a nátszukoréval. Előnye, hogy a cukorbetegek is fogyaszthatják. Nem okoz fokszuvasodást, segíti az emésztést. A kismértékű felszívódás miatt alacsony az energiaértéke. Különböző diétákhoz, illetve A szervezet gombás fertőzései esetén javasolt a fogyasztása. Tehát ezt a szilitet fogyaszthatják a cukorbetegek, illetve a diétázok. Tehát ez mindkettőnek ajánlott. Nézzük, térjünk is rá akkor a juharszirupra. Ezt már mindenki látott, hiszen ezek is egyre nagyobb teret nyertek a mai világban, főleg kereskedelmi téren. Tehát a juharszirup a kanadai és amerikai juharfa leveléből állítják elő. 40 liter nedvéből lesz körülbelül 1 liter szirup. Kristálycukor helyett használható szilárd vagy sűrűn folyó, állapotú édesítőszer is. Forgalmazzák natur állapotban is, de é és színező anyagokkal elegyítve is. Sok aminósavat, ásványi anyagot, fósavat, A és B vitaminokat tartalmaz. Tehát a URC az egészséges, de se cukorbetegek, se diétázóknak nem ajánlott. A szilit, amiről beszéltünk, leírom még egyszer a nevét, hogy megjegyezzük, tehát a szilit az mind cukorbetegeknek, mind diétázóknak ajánlhat. Tehát azzal nyugodtan édesíthetik a kávéjukat mondjuk, vagy bármit. És van még a stíva, arról beszéltünk még. Tehát a stíva, édesfű vagy édeslevél, ez is egy dél-amerikai növény, 300-szor édesebb, anyagcserefokozó és antibakteriális hatású. Ennyit érdemes róla tudni, és főzésre, sütésre még alkalmas. És van még a gyümölcs cukor, ami szintén a cukorbetegek fogyaszthatják. És ugye van még a szőlőcukor, az ugye sportolóknak, gyerekeknek és szellemi munkát végzők számára ajánlott, de diétázóknak nem lehet fogyasztani, illetve cukorbetegeknek sem szabad fogyasztani. Gyümölcs cukor, ugye a cukorbetegeknek is jó, diétázóknak nem. A stevia, ugye az szintén nem jó se a cukorbetegeknek, se a diétázóknak. A szilit, a, a diétázóknak is, és a cukorbetegeknek is, jó? Tehát a szilitet tudjuk ajánlani, ha esetleg egy vevő hozzánk fordulna, hogy ajánljunk neki olyan cukort ami ugye nem befolyásolja a cukorbetegségét. Tehát hogy ő, ő a cukorbetegsége mellett nyugodtan fogyaszthat cukrot, akkor nekünk, mint a bolti eladóknak azt kell ajánlani, hogy akkor fogyasszon szilitet, Sz tehát nyírfa cukorból állítják általában elő, vagy állították elő, de ma már inkább kukoricából állítják elő. elő. És édesi édes, jellege hasonló a répa, vagy a nátszukoréval. Na röviden ennyit akkor a természetes édesítőszerekről, és térjünk át a mézre hiszen az is egy édesítőszer. Még hozzá természetes édesítőszer. A mézet a méhet állítják elő, tehát méhek állítják elő növények édes nedveiből. Ezek a virágok nektárja, és a leveleken található édes harmad úgynevezett mézharmad. A méhek a virágok nektárjából és más édes nedvekből a méz hólyagukban lévő enzimek segítségével átalakítanak, majd a viaszlépben tárolnak, ahol besűrösödik és megérik. Értékét az adja, hogy a szőlő és a gyümölcs cukrot, jelentős mennyiségű ásványi anyagot, vízben oldódó vitaminokat, fehérjéket, enzimeket, hormonokat tartalmaz. Ez a legősi bédesítőszer. Hazánkban különös jelentőséggel bír. A hazai mészfajták száma 17. Különösen híres az akác, a sejemkóró és a hársméz. De a többi is kiemelkedik a minőségével a világ mézei közül. Bizonyos magyar mézek, mint például az akácméz, akácméz hungarikumnak számítanak. A méz táplálkozástani jelentősége. Biológiai szempontból a legértékesebb édesítőszer a méz ami csak nem 70 féle gyógyhatással bíró, biológiailag értékes kiváló energiaforrású táplálék. Édes íze miatt magas élvezetű értékű. A méz a legegészségesebb édesítőszer. Nagy biológiai értékét a benne lévő B és C vitaminok, ásványi anyagok és többféle hatóanyag adja. Nyugtató hatású, kedvezően hat a bél, izom, szív működésre, tisztítja a légutakat, növeli a szervezet ellenálló képességét, könnyebben emészhető, mint a cukor, gyorsan felzívódik a szervezetben, energiát adva a szervezet számára. A jó méz fajtára jellemző színű, szagú, tiszta, csillogó és sűrűn folyó. Ez jellemző a jó mézre. Tehát tiszta, csillogó és sűrűn folyó. A mézet csoportosíthatjuk nyersanyag szerint, kinyerés módja szerint. Nézzük ide először a nyersanyag szerint. Fajta méz, például akácméz, hársméz, gesztenyés méz. Az akácméz a legnagyobb édesítő erejű. Legtöbb vitamint, ásványi anyagot tartalmazza, és a legvilágosabb színű és van még a vegyes virágméz. Kinyerés módja szerint ugye van a lépes méz, csurgatott méz, pergetett méz, sajtolt méz és olvasztott méz. Lépes méz tartalmazza a méhek által a gyűjtött méz számára készített lépdarabokat is. Anyagát tekintve viasz és magas A vitamin tartalmú, de virágport is tartalmaz, ezért allergiások nem fonyaszthatják ugye van még a csurgatott méz, pergetett méz, de beszéljünk is akkor a sajtolt méz és az olvasztott mézről. A sajtolás, olvasztás során a tápanyagok sérülnek, ezért az így kinyert mézek kevésbé értékesek, az olvaszt, olvasztott méz a legsötétebb színű. Nézzük is meg az értékcsökkentő hibákat. A látható viaszdarabok, Propolis jelenléte a magyar piacon az ikrásodás is. Az ikrásodás ugyanakkor a méz eredetiségét, a hajmisítás kizárásának a tényét is bizonyíthatja. Ugyanis az ikrásodás a szőlőcukor kiválásának folyamata. Minél magasabb a méz szőlőcukor tartalma, annál könnyebben ikrásodik. Így a adott méz Ikrás méz minőségileg nem kifogásolható. Enyhén melegítve újra folyékonyá válik. Ha az áru idegen anyagot tartalmaz, nem hozható forgalomba. És az ikrásodásról még annyit mondanák, amit itt is olvashatunk természetesen. Az ikrásodás ugye értékcsökkenés nélkül megszüntethető. Ha a mézes üveget 15 20 perc, kb. 40-60 fok hőmérsékletű meleg vízbe állítják, és újra folyékony lesz. Méhészeti termékek. Virágpor, mékenyér, mépempő, méviasz és propolis. Virágpor az az a pollen. Két szikű növények hímival gazdag aminósavakban, ásványi, agony, ásványi anyagokban és vitaminokban hatóanyagainak értéke tárolás során csökken, minőség ideje maximum egy év. Mékenyér. A méz pergetése után a lépekből kézi eszközzel kinyert, magas fehér biológiailag értékes, drága élelmiszer. Mépempő. A mély és az utódok táplálására szolgáló, fehérjékből zsírokból és mintegy két idáig ismeretlen anyagból áll. Növeli a szervezet ellenálló képességét. Mély méreg. Reuma ellenes hatású anyag. Mély viasz, a méhek által kiépített sejtek anyaga. Propolis, az élettani nedvekből gyűjtött viaszokból, gyantákból, barzsamokból, illóolajokból, ásványanyagokból, és vitaminokból felépülő anyag. Nézzük is meg a méz bolti kezelését. A méz sokféle töltési egységben kerül forgalomba, pár dekagramtól kizzacskós, egy kilogrammos üveg vagy műanyag csomagoló eszközben. Raktározás ugye könnyen kristályosodik, azaz ikrásodik, 10-15 fokos hőmérsékleten, de ez visszaalakítható. Ha az ikrás mézet, amit itt olvastunk, 40 és 60 fokra melegítjük, ismét folyékonyá válik, ilyenkor ügyelni kell a csomagolás meleg tűrésére, üveges méz esetén vízbe állítjuk, és lassan melegítjük az ikrás mézet. A mézben erjedési folyamatok indulhatnak meg, 15 fok fölötti raktártérben viszont 5 fok alatt tárolva úgy megszilárdul, hogy szétrepeszheti a tárolóedényt. Csomagolás Leggyakrabban üvegben PE tároló eszközben hozzák forgalomba a mézet. Ma már nem ritka, hogy menetes zárókupakkal állított. Ellátott, ugye több rétegű fóliából állítanak elő biztonságos, erős, úgynevezett smart pack, illetve go csomagolóeszközt. eszközt. Páratartalom. A legkedvezőbb a 60%-os relatív páratartalom a méznek. Hőmérséklet, ami ideális az 5 és 10 fok közötti környezet. Mesterséges eredetű édesítőszerek. A mesterséges eredetű édesítőszerek szintetikus úton előállított szerves fegyületek, amelyek a természetben nem fordulnak elő. Édesítő erejük a természetes édesítőszerek kb. 500 szorosa. Ezért nagyon kevés mennyiség hozzáadásával ugyanazt az édesítő hatást tudjuk elérni. Bár édesítő képességük jelentős, de semmi biológiai, sem energiai értékük nincs. A mesterséges édesítőszerek lassan vagy egyáltalán nem bombonanak le a szervezetben, ezért nem jelentős az energiaértékük. Érvezeti értékükért, édesízőkért fogyasztják őket. Elsősorban cukorbetegségben, diabétezben szenvedők részére készülnek, de a szénhidrát szegény, energiaszegény táplálkozásban, fogyókúrákban is jelentős szerepet tölt be. Az édesítőszerek alapjai. Szacharin, aspartán, ismerted nevén Nutra Sweet ciklamát, krisztalóz, két csoportjuk van egyébként, a cukorhelyettesítők és a cukorpótlók. A cukorhelyettesítők közös jellemzőjük, hogy nem tartalmaznak energiát, nem emelik a vércukorszintet. Tehát nem kell számolgatni őket. Legtöbbször valamilyen kombinációjuk fordul elő különböző márkanevi termékekben, melyek tabletta, folyadék vagy por formájában kerülnek ugye forgalomba. Szacharin E-954 Fehér, kristályos por kb. 550-szer édesebb a cukroknál, vízben jól oldódik, hátránya, hogy melegítve keserű ízű, és az általa keltett édes íz a szájban visszamarad. Polisett, tehát Kanderrel, Huxolin, Süssina, édesítő tabletták, Aspartám, E951, E951 az Aspartám, Fantázia neve, Nutrasvit. Természetes eredetű fehérje száralmazék, tehát édesítő ereje, a répacukor 160 szorosa. Gluténérzékenyek nem használhatják. Tehát az aspartamot tartalmazó termékeket a gluténérzékenyek nem fogyaszthatják. Mivel fehérje származékból van. Tehát természetes eredeti. Van még a ciklamát, ami hőálló érdesítőszer az 952 egyébként. Ezért főzésre is alkalmas, keserű üt utóíz nélkül, kb. 30-szor -40, 30 vagy 40-szer édesebb a cukornál. Meg van még a polisvit, Folyékony édesítőszer sütésre és főzésre is alkalmas. Tehát eddig beszéltünk a szacharinról, poliszert, aspartam, ciklomát, Saccharin ugye fehér gistályos por, 550-szer édesebb a cukornál, melegítésre keserűvé válik, tehát főzésre a saccharin nem alkalmas, vagy meleg italok fogyasztásához. Poliszett ugye édesítő tabletta. pont az a zusszina van ideírva, vagy süssina, kinek mi tetszik. És van még az Aspartam, ami nem más, mint az E951 azonosítójú. Ez ugye fehérje származékból van, mert természetes eredetű. 160 szor édesebb, mint a cukor, tehát a répacukor. De viszont ez gluténérzékenyeknek nem ajánlott. A ciklomát az E952, ugye főzésre is, és sütésre is egyaránt alkalmas, és 30-szor vagy 40-szer édesebb a cukornál. De beszéljük át akkor a cukorpótlókat. A természetben is előforduló cukoralkoholból, szorbitból kevés szacari hozzá keverésével létrehozott termék. Energiatartalmuk a cukorével azonos. A szervezetben lassan szívódik fel, de a cukorhoz hasonlóan megelméli a vércukorszintet. Ezért a szénhidrát tartalmukkal számolni kell. Alapanyaguk a szorbit és a gyümölcscukor glukonon, más néven. A mesterséges édesítőszerek kis mennyiségében fogyaszthatók, napi megengedett mennyiségüket a csomagoláson feltüntetik. A, megengedet mennyis, a megengedett mennyiségnél többet fogyasztók esetén számolni kell a hasmenéssel. A szorbit egyéni érzékenység szerint az ajánlott mértékben is puffadást, hasmenést okozhat. A jó minőségi édesítőszerek. Ugye egy gyógyszerekhez hasonló tisztaságúak, jól oldódnak, fajtájuk szerint meleg vagy hideg folyadékban, pontos összetételűek, könnyen adagolhatóak. Tehát a cukorpótlókból nem szabad nagyon sokat fogyasztani, mivel puffadást és hasmenést okozhatnak. És megemeli a vércukorszintet is. Mesterséges édesítőszerek ugye bolti kezelése. A mesterséges édesítőszerek minőségi átvételre során meg kell győződni, hogy az adott áru minőség megőrzés ideje még nem járt le valamint a fogyasztói csomagolásuk épe és sértetlen. Aktározások, De tiszte, száraz a védett világos helyiségben, klimatizált körülmények között kell tárolni ezt a termékcsoportot. Csomagolás Általában papír vagy műanyag adagoló nyílása lelátott dobozban, üvegben kerülnek forgalomba. Ritkábban PE-tubosban. Papírcsomagolás esetén az árut óvni kell a nedvességtől mechanikai, hatástól. És nagyjából szerintem az édesítőszerekről ennyi, ennyit tudtam elmondani, remélem tudtam valamennyit segíteni, úgyhogy további jó tanulást kívánunk,